Többfajta méz és számos kiszerelés. Ez jellemzi a magyar kanizsai piacot. A méhészek többfajta mézzel várják a vásárlókat már évtizedek óta. A repceméz és a napraforgós vegyes virág az 700 dinár egyenlőre, 800 dinár a vaddohány és a mezei virág. A kevert akác, ami ugye akác és olajfűz és a vadakác, az pedig 1000 dinár, a hárs pedig szintén 1000 dinár. Egyelőre így alakulnak az árak. Hogy most várható-e emelkedés az árakba, az attól függ, hogy hát milyen lesz az év. A méz mennyisége pedig nem csak a virágporon múlik, ugyanis igen tarka a méh állomány. A méhek változóan teleltek ki, az illetékesek az őszi vegyszeres kezelésekkel, a különféle csávázószerek és az atkák megjelenésével magyarázzák a tarka állományt. Ezt pedig követte a februári felmelegedés, a korai tavasz, utána pedig az ismét a télbe forduló időjárás. Ennek ellenére a méhészek többsége már készül a repcemész pörgetésére. Egy közepes pörgetése. Most kezdték, már egyik-másik méhész már pörgetett is, mert ugye itt az akác, tehát hogy tiszta legyen az akác, a repcét ki kell pörgetni. Meg már körülbelül ott van, hogy meg is ért a méz is arra, hogy lehessen pörgetni. Az egyesület elnöke azt is kiemelte, az elmúlt évekhez viszonyítva egyre több gazda tartja tiszteletben a vegyszeres kezelés időtartalmát, vagy használ olyan szert, ami nem árt a méheknek.